titkos paktum pártámogatásról, nyilvános platform párton belül, aztán szinte azonnali kilépés egy frakcióba, majd egy azonnali beülés, és mondhatni azt, hogy a függetlenség feladása. Nagyjából ez zajlik most az ellenzéki fronton. Mi a helyzet most ott, és mit csinálhat az ellenzék? Mi történik egyáltalán a hazai ellenzékkel így a választások után másfél hónappal? Ezt próbáljuk most boncolgatni Nagy Attila Tiborral, a Méltányosság Központ politikai elemzőjével. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Van még épp kézzel ellenzék ön szerint? Én azt gondolom, hogy egy ilyen választási vereség után természetes az, hogy az ellenzéken belül ilyen harcok, belső küzdelmek zajlanak. Még akkor is azt gondolom, hogy valahol természetes, hogy kétségtelen, hogy az ember számára egyfajta káosz érzete jut eszébe, amikor az ellenzéki harcokat tekinti. Most a átrendeződés hónapjait láthatjuk innen kívülről, és hát jól látható a különböző pártokon belül, hogy ez még eltarthat. Viszont a politika azért elég gyorsan tud változni. Kezdjük talán akkor ezzel a bizonyos szocialista párbeszéd liberális paktummal. Ön szerint kinek kell ebben az esetben elvinni a balhét? Egyértelmű, hogy a lemondott szocialista elnöknek, Molnár Gyulának? Hát nézze, eleve nagyon furcsa az, hogy a szocialista párt elnöke az eddigi hírek szerint testületi felhatalmazás nélkül írt alá azt, amit aláírt. Ez azért is meglepő, mert Molnár Gyula nem most kezdte a politikusi pályafutását. Ő már az 1990-es években tagja volt az MSZP politikus gárdájának, benne volt a parlamentben, a külügyi bizottságnak a tagja volt. Tehát, és a szocialista párt szervezeti kultúrájához mindig is hozzátartozott, hogy különböző testületek meghatározzák a főbb irányokat, sőt, akár olykor a részleteket is. Hát az MSZP-ben például az elnökségnek meg a választmánynak komoly szerepe volt, úgyhogy ezért is furcsa, hogy Molnár Gyula állítólag ilyen megállapodásba. Tehát csak ő a rudas most? Hát nyilvánvalóan alapvetően döntő az ő felelőssége, hiszen ő volt a pártelnök, de természetesen nem kizárólagosan az övé a felelősség. Kinek van még mondjuk a szocialisták közül ebben felelőssége? Nevek hangzottak el. Igen, például Mesterházi Attilának van, aki, ahogy hallani, megint pártelnök szeretne lenni. Neki annyiban van felelőssége, hogy 2010 után 14-ig tartó pártelnöksége alatt nagyon súlyos helyzetbe került az MSZP. Nemhogy javítani tudta volna az MSZP helyzetét, hanem tovább rontotta. Tehát számomra egy kicsit furcsa is, hogy ennek ellenére ő úgy gondolja, hogy ő megint alkalmas lenne egy pártelnöki szerepre. Próbáljunk egy picit gyorsítani tempó, mert hogy lesz még témánk, és a percünk, az időnk megfogy. De vannak bőven már, még párt összecsapások. Vannak bőven még összecsapások, így van, viszont hogyha maradunk még mindig ennél a paktumnál, akkor nem gondolja, vagy nem merül fel az, hogy mondjuk Karácsony Gergelynek, mint miniszterelnöki jelöltnek is felelőssége lehet ebben, hiszen ő is ott volt, és ő volt az egyik aláíró. Valóban, tehát hogyha most kifejezetten a paktumról beszélünk, akkor valóban van felelőssége, de hát ez a paktum mégiscsak azt szolgálta volna, hogy valamiféle együttműködés megszilárdítása létrejöjjön. Számít ez egyáltalán, hogy ezt kiírta alá? Vagy inkább azt számít, hogy mi van benne? Mind a kettő számít. Szabó Tímea, ugye a Párbeszéd társelnöke, Fodor Gábort nem másnak, mint egy politikai élősködőnek nevez, tehát nagyon-nagyon bólogat. Ezt ki lehet így jelenteni? Nyilván nem, én ön sem fogja szerintem ezt kimondani. Fodor Gábor lehet az, aki zsarolgat, vagy zsarolgathat a háttérből, és ő kényszeríthette Bősz Anettot erre a lépésre, hogy kijöjjön a frakcióból? Az biztos, hogy a liberálisok nagyon rosszul időzítettek. Tehát megtehették. Mit? Hát a kilépést. Tehát amikor Bősz Anett bejelentette a kilépését, akkor egy lépést elmulasztottak megtenni. Mégpedig nyilvánosság előtt ultimátumot intézni a partnerhez. Tehát hogyha azt tették volna a liberálisok, hogy mondjuk felszólítják a Párbeszédet és az MSZP-t, hogy változtassanak magatartásukon, mert hogy a liberális értékek nem érvényesülnek a frakción belül, mert hogy a megállapodásokat nem tartják be, hogyha ezt tették volna a liberálisok, kicsit hihetőbb volna a magyarázatunk. Ehhez képest a közvéleményt derültékből villámcsapásként érte Bősz Anett kilépése, tehát egyelőre nagyon nehéz hova tenni az ő érvelésüket, és ráadásul úgy látom, hogy se Bősz Anett, se Fodor Gábor
nem tudta normálisan megmagyarázni igazából a kilépés valódi okai. Pénz lehet ennek a valódi oka? Ha meg nem kapott támogatást, amit a szocialisták ígértek? Igen, hát erre utalnak is ugye a megsértett partnerek, hogy valójában szerintük a liberálisokat ez a pénz mozgatta, illetve annyi azért kiderült, hogy szó volt arról, ez Fodor Gábor is elismerte, hogy igényt tartottak egy viszonylag kedvezőbb helyre az európai parlamenti listán, és lehet, hogy ezt megtagadták tőlük, és ez lehetett talán a másik ok, ami miatt a liberálisok szakítottak. Minden esetre nem volt túl bölcs a megvalósítás, ahogy ezt ők elrendezték. Ja, megengedek, akkor most ugorjunk a másik oldalra, a Jobbikon belül mi magunk platform Torockai László alapítja, aztán a Jobbiktól Mirkocki Ádám pedig azt mondta, hogy semmi helye Jobbikban ilyesféle klikkesedésnek. Ugyanaz, mint az MSZP-DK volt Pepitában, amikor megalakult az MSZP-n belül a Demokratikus Koalíció platform. Jónak tartom a párhuzamot már csak azért is, mert szemmel láthatóan ez a Mi Magunk platforma Jobbik infrastruktúráját, irodái, tagságát, telefonjait kívánja felhasználni, és hát ez egy hatalmi harc. És nyilvánvaló, hogy ebben a hatalmi harcban a Jobbik vezetése nem akar olyan előnyt biztosítani Torockai Lászlóiknak, hogy a párt infrastruktúráját használva ez a platform, amelyik ugye az újonnan megválasztott vezetőség ellen irányul, túlságosan megerősödjön, úgyhogy nem volnék meglepve, hogy a Jobbik elnöksége akár a mai ülésén már kizárásokra tenne javaslatot, tehát magyarul Torockai László és társainak a kizárására, vagy legalábbis komoly ultimátum megtételére tenne javaslatot, hiszen szemmel látható a Jobbik vezetősége tart attól, hogyha ez még hónapokon keresztül elhúzódik, akkor Torockai László platformja bénítja az új Jobbik elnökségnek a mozgásterét. Ha ma ülésezik az elnökség, döntenek így vagy úgy, akkor ők milyen ultimátumot adhatnának Torockai Lászlónak? Vagy kilépsz, vagy kizárunk? Hát vagy álljon el a platform megszervezésének a további munkálataitól, és álljon be a sorba. Egyébként Torockai László számára rossz hír, hogy Dúró Dóra egyértelművé tette a Facebookon, hogy ő nem kíván kilépni a pártból, ő tudomásul veszi a kongresszusnak a döntéseit, sőt, még az elnökségnek a platformmal kapcsolatos majdani döntését is tudomásul kívánja venni. Ez azt jelenti, Dúró Dóra ugyanis egy karrierista politikus, tehát ő rájött arra, illetve tudja, hogy amennyiben ő távozásra kényszerülne a Jobbiktól, illetve a frakcióból, ő 6 hónapig független képviselő lenne, és ellentétben a médiában megjelent bizonyos hírekkel, szerintem a házszabály értelmezése szerint 6 hónap után sem tudna új frakciót alakítani, még akkor sem, hogyha a Jobbikból kivált esetleges képviselők több mint 5 fő fölé mennének, ugyanis a házszabály azt írja elő, hogy a korábbi választáson ugyanazon listához tartozó képviselők alakíthatnak új képviselő csoportot, és ennek nem felelne meg Dúró Dóra, amennyiben kívánna. Tehát, hogyha ő távozna a Jobbik frakcióból, akkor arra kárhoztatná magát, fennáll ez a veszélye, hogy akár 4 éven át ugyanolyan független képviselő kéne, hogy legyen, mint most Bőszanett lesz várhatóan. A Jobbik elnökségének döntésére várunk, mint hogy várunk arra is, hogy június 23-án, amikor majd zászlót bontásot halmon a Torockai féle Mi Magunk mozgalom, hányan mennek el, aztán majd utána lehet egy picit okosabbak leszünk Jobbik ügyben is, meg MSZP liberálisok párbeszéd paktum ügyében is. Nagy Attila Tibor, köszönöm szépen, hogy segített. Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Jöjjön máskor is.